Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Foglaljunk helyet. Ma már hamarosan a második gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún. Az első az éberség gyertyája volt, ami segít virrasztva várakoznunk. De advent további jelei is kísérnek, segítenek bennünket. A gyertyák, amelyeket egymás után meggyújtunk, azt üzenik, hogy egyre közelebb kerül hozzánk a fény nagy F-fel, vagyis a világ világossága Jézus Krisztus. Majd ez a második hét arra hív, hogy az igazán lényeges dolgokra figyeljünk. Arra, ami ténylegesen érték a mi életünkben, ami valóban számít. De a nagyobb fény, az bizony több árnyékra is rávilágít bennünk. Arra, amit szemétnek tekintendő az életünkben. Ezekről beszél ma adventi várakozásunk két nagy alakja. Először majd Izaiás, a várakozás prófétája az Ószövetségből, és majd keresztelő Szent János, az útkészítő az Új Szövetségből. Most az ő tanításuk fényében gyújtjuk meg a második, a megtérés, azaz a bűnbánat gyertyáját. Könyörögjünk. Mindenható irgalmas Istenünk, segíts, hogy szent vágyakozással siessünk fiad elé. Örök bölcsességeddel nevelj minket, hogy e világi elfoglaltságaink
ne akadályozzanak találkozásunkban szent fiaddal, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány Izaiás próféta könyvéből. Azon a napon veszőkél majd Izaj törzsökéből, és hajtásra adja gyökeréből. Az Úr lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és az Úr félelmének lelke, és az Úr félelmében telik öröme. Nem az szerint ítél majd, amit a szem lát, és nem az szerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorsúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája veszélyével megveri a földet, és ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, és a hűség csípőjén a kötő. Akkor majd együtt lakik a farkas a báránnyal, és a párduc együtt anyázik a gödőjével. Együtt legelészik majd a bórjuk és az oroszlán, egy kisgyermek is terelgetheti őket. A tehén és a medve együtt legelnek, kicsinyeik is együtt pihennek, és szalmát eszik az oroszlán, akár csak az ökör. A csecsemő nyugodtan játszadozhat a viperafészeknél, és az áspis kígyó üregébe is bedughatja kezét az anyatejtől elválasztott kisgyermek. Sehol nem ártanak, s nem pusztítanak az én szent hegyemen. Mert a föld úgy tele lesz az Úr ismeretével, mint ahogy betöltik a vizet a tengerek. Azon a napon az Izaj gyökeréből támadt sarj zászlóként áll majd a népnek előtt. Keresni fogják a pogány nemzetek, és dicsőséges lesz lakhelye. Ez az Isten igéje. Szent lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mindazt, amit egykor megírtak, a mi okulásunkra írták, hogy az írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére. Adja meg nektek a béketűrés és vigasztalás Istene, hogy Krisztus Jézus akarata szerint egyetértsetek, és egy szívvel, egy szájjal magasztaljátok Istent, Urunk Jézus Krisztus atyát. Karoljátok fel tehát egymást, amint Krisztus is felkarolt benneteket Isten dicsőségére. Állítom ugyanis, Krisztus azért vállalta a zsidóság szolgálatát, hogy bebizonyítsa Isten igazmondását, és valóra váltsa az atyáknak tett ígéreteket.
A pogányok viszont irgalmasságáért magasztalják Istent, amint írva van. Ezért magasztallak téged a pogányok között, és dicsérem dallal a nevedet. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben keresztelő János megjelent Júdea pusztájában, és így tanított. Térjetek meg, elközelgett a mennyek országa. Ő volt az, akiről Izaiás próféta ezt mondta. A pusztában kiáltónak szava: készítsétek elő az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. János öltözéke teveszőrből készült, és bőrövet viselt a derekán. Sáska és vadméz volt az étele. Kivonult hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán vidéke. Megvallották bűneiket, és ő megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor látta, hogy sok farizeus és szadduceus is jön hozzá megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, ki indított benneteket arra, hogy meneküljetek a közelgő harag elől? Teremjétek hát a bűnbánat méltó gyümölcsét. És ne higgyétek, hogy közben azt gondolhatjátok, a mi atyánk Ábrahám. Mert mondom nektek, Isten ezekből a kövekből is tud Ábrahámnak fiakat támasztani. A fejszét ráhelyezték már a fák gyökerére. Kivágnak és tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem. Én csak vízzel keresztellek titeket a bűnbánatra, de aki én utánam jön, az erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruit hordozzam. Ő szent lélekkel és tűzzel keresztel meg titeket, kezében tartja már a lapátot, hogy kitakarítsa szérűjét. A búzát magtárba gyűjti, a pejvát pedig oldhatatlan tűzben elégeti. Ezek az evangélium igéi. Örülök, hogy együtt vagyunk, kisebbek, nagyobbak egyaránt. Kellenek ezek az adventi találkozások, hogy egymásból is erőt merítsünk. Ahogy kellenek az adventi estéken a otthoni koszorúk melletti családi találkozások. Hogy egy-egy nap ne úgy szaladjon el, hogy én itt vagyok, te ott, és négyen négy felé, és egy picit sem tudunk találkozni. A fények hívogassanak is. Tudjunk egymásra is rátalálni.
tudjunk ide a templomba is készül egy gyanánt jönni. A karácsonykor nem beesni kell a templomba egy éjféli misére, hanem készen, megérkezetten, ünnepelve jönni. Advent újra meg újra a prófétai jövendőléseknek, a várakozásnak, és majd a végénél a beteljesedésnek is a különös váltakozása. Közben pedig az első hét lépései után az evangélium keresztelő Jánost állítja elénk. Kevés olyan vasárnapi evangélium szerepel az egyházi évben, amely név szerint nem említi meg Jézust. Ez az idei advent második vasárnapja, mai nap, mégis ilyen, ez történik. Jézus még nincs a színen, bár sok minden éppen róla szól. Az ő érkezését készíti elő számunkra. De például nem az ő tanító mondatai hangoznak el, és nem az ő életének valamelyik mozzanata kerül elő. Keresztelő János egy pillanatra úgymond teljesen elfogja a színteret. Ráirányul minden. Ő pedig másra, egy nálánál nagyobbra, hatalmasra mutat. És így implicite, burkoltan. Azért mégis ma is minden Jézusról szól számunkra. János Krisztus után 27 ősze vagy 28 tavasza között jelent meg. Épp azon a vidéken, ahol a hagyomány szerint 40 évnyi sivatagi vándorlás után a zsidók beléptek az ígéret földjére, ahol az új honfoglalás történt. Tehát János nem Jeruzsálemben prédikál, mint sok más próféta, hanem a sivatagban, ami éppen a Jordán folyóval érintkezik. János így távol van a hatalmasoktól, a vezetőktől. És ott a sivatagban mondhatni minden más embertől is. Remeteként egyedül él. És az emberek többségének akár még komoly utat is meg kellett tenniük ahhoz, hogyha látni, hallani akarták őt. Egy héttel ezelőtt, advent első vasárnapja elindított bennünket. Római levélben Pál ezt mondja, hogy itt az idő. Most a második vasárnap pedig arra buzdít, hogy lépjünk ki önmagunkból, életünk megszokott körülményeiből, kereteiből is, és el kell majd mennünk oda, illetve el kell majd jutnunk oda, ahová az Úr érkezik. És lehet, hogy most nagyon furcsát mondok, lehet, hogy valakinek még szentségtörő is tud lenni, de hadd mondjam ki. Nem biztos, hogy számomra, vagy a családom számára ez az Úr Jézus
éppen december 24-én, az úgynevezett Szent Estén fog megszületni, eljönni. Hagyjuk meg neki a keretet, az időt. Mikor akar megszületni bennünk és a családunkban? A lényeg, erre figyeljünk oda, hogy megszülethessen közöttünk. Kiment hozzá Jeruzsálem Jánoshoz, olvassuk, egész Júdea és a Jordán vidéke. Mondhatni, hogy mindenki kiment hozzá. Komoly lépéseket vállalva. És most, hogy eltelt már egy hét a készületből, talán érdemes azt is megnézni, merre vittek advent első hetének napjai. Közelebb az Úrhoz, vagy éppen készület ide, készület oda, valahogy én eltávolodtam az Istentől. Netán vacillálok még, egy helyben topogok, nem indultam el. Induljunk. Mai evangélium ezt is elénk adja. Jánoshoz özönlöttek az emberek. Elindultak. Nincs mire várni. Ahogy szoktuk mondani, nem kell tapsra várni. Advent elindult. Lépjek bele én is ebbe. Keresztelő Szent János is hatalmas. Maga Jézus is állítja, asszonyok szülöttei között nem született nagyobb Jánosnál. És János nagysága éppen a szavaiban áll, mert hogy próféta, Isten üzenetét mondja el. A szavak embere János. Mennyire fontos lenne megtalálni a megfelelő szavakat, és kimondani ezeket. Advent, a készület. Erről is kell, hogy szóljon, hogy megtaláljuk ezeket, és kimondjuk ezeket egymás felé, meg a Jóisten felé. Éppen elég volna ez is. Nagyon is. Mennyire lényeges lenne családon belül is, hogy gyógyító módon kimondani azt, amit talán éveken át csak a szőnyeg alá söpörtünk, tabuként kezelve. Vagy amik megoldhatnának összegubancolt össze-vissza csomókat. Bennünk, meg körülöttünk. Mennyire fontos lenne megtalálni a megfelelő szavakat és kimondani ezeket, melyek akár történelmi jelentőségűek is lehetnének. Nem túlzok itt. Háborús konfliktusok stílusa pont az, hogy nem beszélünk egymással. Nem ülünk le egy asztalhoz. Inkább ütjük, vágjuk egymást. A végtelenségig. Az ember ilyen. Mai világban és benne Európában is mennyire kellenének már a megfelelő szavak egymáshoz. A béke szavai, amiről Izaiás jövendől képszerűleg. Akkor majd együtt lakik a farkas a bárányjal. Együtt legelészik a borjú és az oroszlán.
ez az Isten országának a békességéről szól. A családunkról is szól. Erről a világról is szól. Mert ez a megbékélés, ez a kiengesztelődés teológiailag más szavakkal. Ez a bűnbánat, gyónás, megtérés. Ezekre is szükség van ma. Vannak emberek, akik azt mondják, én nem vagyok a szónak az embere, szavak embere. Amúgy nem kell szövegelni üresen. Tényleg. De a megfelelő szavakat ki kell mondani egymásnak. És ki kell mondani az Istennek is, hogy megbékéljünk és kiengesztelődjünk. Máté tehát keresztelő Szent János szavait, ige hirdetését hangsúlyozza. És milyen érdekes, hogy János előbb meghirdeti a mennyek országának közelségét, vagyis, hogy elközelgett az Isten országa. Ez lesz majd az a szó, amit Jézus, mint egy staféta botot átvéve, maga is majd a nyilvános működését megkezdi, és ezzel a felütéssel, ezzel a kijelentéssel. Itt van közöttünk Isten országa. De mint a szó embere János, azért ítélettel is előáll. Keményen, fenyegetően is beszél, úgy szól, mint akinek a szavaiban tűz van, az ítélet tüze is. Szadduceusok, farizeusok felé azt mondja, ti viperák fajzata. Azért nem kedves szavak ezek, valljuk meg. Vagy a másik, hogy a fejszét már ráhelyezték a fák gyökereire, és kivágnak, tűzre vetnek minden fát, mely jó gyümölcsöt nem terem. Mit jelent ez? Egy gyümölcsfának akkor van értelme, ha gyümölcsöt terem. Ha egy gyümölcsfa már nem hoz termést, bocsánat a szóért, de akkor minek? Ki kell vágni. Aztán majd egy újat kell ültetni a helyébe. A készületnek szintén megvannak a lélek gyümölcsei. Kell, hogy ezeket is mi, mint emberek teremjük. A lélek gyümölcsei. Nem lehet meddő az ember élete e tekintetben, vagy a karácsonyi készület jegyében. Jó cselekedetek, imák, lemondások, annyi mindent tudnak meghozni, megteremni. Szép dolgokat. Ezekre van szükség. Gazdagítva másokat, meg magamat is. Ezek a lélek gyümölcsei. És végül János tudja, hogy Isten végső küldötte nagyobb nála. Mert aki majd eljő, a Szentlélek hordozója lesz. Maga az Isten. És Isten mindig nagyobb, nagyobb, igazságosabb, fönségesebb, szelidebb,
de még az ítéletében is jobb, mint mi emberek. Egy szó mint száz, ilyen lesz Jézus. Hiszek egy Istenben. És a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon fölment a mennybe, ott ül mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem katolikus anya szent egyházat, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, test föltámadását és az örök életet. Jézus Krisztusban teljesedtek be a próféták jövendőlései. Ő a világ megváltója. Forduljunk hozzá bizalommal. Add, Urunk, hogy minden ember felismerje, Te vagy az üdvösség útja. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Segítsd, Urunk, népedet, hogy méltón képviseljen Téged a világban. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, mindazokat, akik áldozatot hoznak Neved dicsőségéért. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Áld meg, Urunk, a népek vezetőit, hogy önzetlenül fáradozzanak az emberiség egységéért. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Add, Urunk, kegyelmedet egybegyűlt híveidnek, hogy a bűnbánat méltó gyümölcseit teremjék. Kérünk Téged, hallgass meg minket. Irgalmas megváltónk, Te türelmes vagy hozzánk emberi gyallóságaink ellenére. Add, hogy hibáinkat belássuk, és kegyelmeddel megújítsuk életünket. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Thank you.
imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Istenünk, engeszteljenek ki alázatos imádságaink és felajánlott adományaink, és ha bár érdemeink elégtelenek, megbocsátó jóságoddal siess segítségünkre, Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk neked. Mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örökisten, Krisztus által. Ő első eljövetelekor magát megalázva, testet öltött. Teljesítette a kezdettől fogva neki rendelt küldetést, és megnyitotta számunkra az örök üdvösség útját, hogy amikor dicsőséges fényben újra eljön, látható valóságban nyerjük el, amit most ígéretében bízva várunk. Ezért miként az angyalok és főangyalok, trónot körülálló hatalmas égi szellemek, és minden seregek a mennyben, dicsőséget, himnuszát zengjük, s velük együtt, vég nélkül énekeljük. Mai szentmisét Princ Miklós testvérünk lelküdvéért ajánlom föl. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. Vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe,
az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét. És hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Visel szíveden, Urunk, egyháza sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, László püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, különösen is Miklósról, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, Szent apostolokkal, Szent II. János Pál pápával, és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele, és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön, örökké. Amen. Isten úgy szeretett minket, hogy üdvözítőt küldött nekünk, aki testvérünké lett. Ezért merünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed,
hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékos szerint békében, és add meg teljes egységét. Aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem.
Szent Háromság, egy Isten. A béke ajándékát is kérve, Szent II. János Pál pápa, könyörögjünk. Lelki eledellel tápláltál minket, Istenünk. Könyörögve kérünk, e szentségben való részesedés által taníts meg minket arra, hogy a földi dolgokról okosan gondolkodjunk, és az égiekhez ragaszkodjunk. Krisztus, ami Urunk által. Hétfőn, kedden, szerdán, pénteken, 7:30 roráte misék lesznek, benne az ó antifónákat elmélkedjük. Holnap Szent Antal tiszteletére lesz csendes mise. Kedden Kövesi István és Kókai József volt bogyiszlói plébános elődök lelki üdvéért. Szerdán a Molnár és a Virányi család élő és elhunyt tagjaiért imádkozunk. Pénteken elhunyt Jolán és szülőkért. Szombaton 4:30 gyóntatok, az előesti szentmisét Néber Árpádné, született Flaton Mária lelküdvéért imádkozzuk első évfordulón. Jövő vasárnap Gaudete öröm vasárnapja lesz, kis és a pesti család élő és elhunyt tagjaiért imádkozunk. Naptárokat még a sekrestjében lehet megvásárolni. Caritas logó persejbe még jövő vasárnapig várunk adományokat karácsonyi csomagok készítéséhez, de jövő vasárnap lezárjuk, hiszen meg kell vásárolni, csomagot kell készíteni, és családokhoz is el kell juttatni. Aki adakozni szeretne, még egy hétig van rá lehetőség. Ágyban fekvő betegeket címmel, névvel jelezzük. Gyóntatás misék előtt, szombaton is főként és vasárnap is, illetve december 17-én szombaton, ez a 4. vasárnap előtti szombat, 4 órától Rostás Jenő atyával együtt gyóntatok, mise előtt már 1 órával, mise alatt is Jenő atya fog gyóntatni. Idén is alkalom van tehát arra, hogy akár idegen papnál is gyónjunk. Nem sok alkalom van már vissza, készüljünk lelkiekben is. Amúgy pedig szép, őszinte is
megtérő gyónásokat kívánok. Akik az idei egyházi hozzájárulásukat még nem rendezték, most már sokáig ne várjanak, decembert írunk, tegyék meg. Arra is fölhívom ugyanakkor a figyelmet, hogy két ünnep között a plébánia iroda zárva lesz. Maximum csak temetéseket lehet intézni. Tehát egyházi adót vagy mise iratást két ünnep között ne akarjunk. Vagy előtte, vagy utána. December 10-én szombaton Mözsi templomban 4 órakor adventi koncertet ad a Mözsi Német Nemzetiségi Klub és a Láncsóki Kórus. Aztán az Ad Libitum kamarakórus adventi hangversenyt ad már itt a Tolnai templomunkban, december 13-án kedden, 6 órától, és közre működik a Fusz János Zeneiskola. Egyébként pedig a Fusz János Zeneiskola tanárai, tanulói adventi koncertet adnak külön is, itt a templomunkban, december 15-én, csütörtökön, 16:30-tól. Előre kérem, hogy a karácsonyfa állításra majd férfiak jöjjünk, december 17-én szombaton, 4. vasárnap előtti szombaton, 8 órára. Akár új férfiakat is várunk. Elmúlt években is szép nagy fáink is voltak. Itt is van, aki eddig is sok-sok fenyőfát adott, meg idén is. Köszönjük a felajánlást. Az asszonyokat pedig 1 órával később 9-re várom. Nyilván előkészíteni is a templomot, takarítani is, díszíteni is. Kérem, hogy idén is fogjunk majd össze. Leendő első áldozó bérmálkozók szüleit találkozóra hívom holnap estére, 6 órára a plébániára, 7-ig bezárólag. És még egy dolog, aki gyerkőc most itt közöttünk, vagy gyereknek gondolja magát, egy szó, mint 114 év alatti és környéki, majd kérem, hogy gyertek be az áldás után a sekrestjébe. Szép vasárnapot! Keressük a szavakat egymáshoz, az Istenhez, és ha kell, legyen kiengesztelődés is közöttünk. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A Szent Mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála.